Sziasztok, én Keresztes Balázs vagyok, ez pedig a Négy Fal Között online olvasókör, egy olyan YouTube csatorna, ahol híres világirodalmi klasszikusokról találtok videókat. Úgyhogy ha először jársz itt, és szeretsz olvasni, vagy szereted az irodalmat, akkor szerintem nézz szét a csatornának a videós kínálatában, mert hát remélhetőleg találsz olyan videót, ami tetszeni fog, és hogyha így van, akkor ne felejts el feliratkozni. A mai videóval egy új sorozatba kezdünk, amelynek a hét könyve címet adtam, amely mögött egész egyszerűen az az elgondolás áll, hogy amíg egy-egy nagyobb videómra várni kell, adott esetben heteket, hónapokat, néha fél évet is, addig kitöltsük valamilyen formában ezt az űrt. És azt találtam ki, hogy ezzel a sorozattal, ennek a sorozatnak a videóival heti egyszer egy rövidebb videóban, egy hát 5-től 10 percig terjedő videóban, aztán majd meglátjuk, hogy milyen hosszú lesz, egy könyvről beszélnék. És ez egy sokkal kötetlenebb formátum lenne, egy sokkal kötetlenebb videótípus, abból a szempontból is, hogy itt nincsenek műfaji megkötések. Szóval ez a heti egy könyv, ez ugyanúgy lehet egy klasszikus, lehet egy kortárs mű, lehet egy verses kötet, egy művészeti album, egy ismeretterjesztő könyv, vagy bármilyen non-fiction, vagy adott esetben egyszerűen csak egy novella egy antológiából. Elég valószínű egyébként, hogy itt többségében lesznek a friss megjelenések, vagy legalábbis az olyan könyvek, amelyekkel a napi, heti munkám során amúgy is foglalkoznék, adott esetben kritikát írok róluk, vagy tanítom esetleg, vagy bármilyen formában foglalkozom velük, és hát amúgy is a mélyére kell ásnom magam, amúgy is írnom kell róla, amúgy is elvárás lenne, hogy valamilyen gondolatokat fakasszanak bennem, ezért miért ne tenném, hogy pár percben beszéljek róluk nektek, és hát sokkal közelebb lenne ez a műfaj a könyvajánlóhoz, mint azokhoz a részletesebb elemzésekhez, amelyeket megszoktatok a többi videóból. És hát gondolom, hogy sokaknak megütötte a fülét az, hogy friss megjelenések, vagy kortárs művek, és már sokan dörzsölik a tenyerüket, hogy itt a nagy irodalmi klasszikusok után már olyan sztárszerzőkről is majd biztosan szó lesz, mint nem tudom, Grecsó Krisztiántól, Margaret Atwoodig, bárki. És hát nincs kizárva, hogy ők is sorra kerülnek egy ponton, de hogy magamhoz is hű maradjak, meg titeket is felkészítselek arra, hogy kb. Miről lesz szó. Ezért az első könyv, amit hoztam nektek, az nem más, mint egy 800 éves ófrancia lovagregény, az ófrancia költő Chrétien de Troyes-nak a tollából. Még ne kapcsoljátok ki a videót, léci. A könyvnek pedig az a címe, hogy Láncelot a kordél lovagja. Na most ez a könyv több szempontból is nagyon kedves nekem. Az egyik az az, hogy hát eleve egy középkori lovagregény, és én kisgyerekkorom óta nagyon szeretek mindent, ami a középkorral, meg a lovagkorral, meg a lovagi eszmékkel kapcsolatos. Úgyhogy ez már is egy jó pont. A másik, ami miatt nagyon kedves nekem az az, hogy én ezt annó 10 éve, hát vagy legalábbis igen 10 éve, 2010 környékén már olvastam, az egyetemen, amikor volt egy olyan kurzusom, hogy középkori lovagregények, és én imádtam azt a kurzust, nagyon sok középkori lovagregényt olvastunk akkor, és egy egészen rövid időre még kacérkodtam is a gondolattal, hogy középkorásszal képzem magam. Aztán abból nem lett semmi, de a szeretet megmaradt. A harmadik ok, ami miatt számomra nagyon kedves ez a könyv, az az, hogy ez ugye 1999-ben jelent meg először magyarul, viszont azóta már rég beszerezhetetlen volt, és most a prékiadó jóvoltából újra kiadták 2020-ban, vagyis másfél éve, és az újrakiadás apropóján szerveztek is neki egy könyvbemutatót a fordítóval Vaskó Péterrel, és én erre annó el is mentem, és hát ugye már nagy középkori lovagregény rajongóként ültem be a közönségbe, és ami viszont, hát egyrészt nagyon jó volt a bemutató, mert a Péter is egy elég megszállott fazonnak tűnt, és hát nagyon élvezetes volt hallgatni. Egyébként annak a bemutatónak a videója megvan, és fenn van a neten, úgyhogy be is linkeltem a videó leírásába, hogyha valakit esetleg az ilyesmi részletesebben érdekelne. Ami viszont nagyon jó volt, hogy utána egy tök jót beszélgettünk,
és magát a könyvet az dedikálta is nekem. Én pedig megígértem, hogy egy ponton fogok írni erről valamilyen recenziót, vagy valamilyen formában fogok írni róla. Na most hát ez ugyanúgy másfél évet váratott magára, de hát itt vagyunk. Úgyhogy pár szóban arról, hogy miért tök jó ez a könyv. De még mielőtt belekezdenék, látom magam előtt, hogy mondjátok, hogy hát jó Balázs, hogy te szereted az ilyen kis középkori dolgokat, meg középkori regényeket. Menj nyugodtan csendbe be a kis sarkadba, olvasgass nyugodtan, és minket hagyjál békén az ilyen hülyeségekkel. És hát valahol jogos lenne, mert hogy ugye nem nagyon szoktunk középkori dolgokat olvasni, vagy legalábbis az irodalom történetben az, hogy középkori irodalom az általában egy nagy fehér folt szokott lenni, mert azt tudjuk, hogy vannak a mítoszok, meg az ógörög drámák, meg az eposzok, Odüsszeia, Iliász, az még úgy meg vagyunk vele, meg aztán ahogy haladunk a modernség felé, és elérünk már a 18.-19. század környékére, már akkor úgy kb. Képben vagyunk, de pont ez a középkori időszak az általában irodalom történetileg olyasmi szokott lenni, amit csak úgy bottal piszkálunk, hogy hát jó, ott ilyen himnuszokat írtak, meg mindenféle furcsa egyházi dolgokat, nem annyira izgalmas. Na most, ami viszont ténylegesen nagyon izgalmas a középkori irodalomból, az pont a lovagregények világa, vagy a lovagregényeknek a műfaja. Hát egyrészt maga a téma miatt is, mert tök izgalmas, és nem véletlenül dolgozzák fel ezeket újra és újra mindenféle film és sorozat formájában. Szóval az embereket nagyon érdekli ez a világ. A másik ok pedig, ami miatt szerintem a lovagregények műfaja az, ami a mai olvasó számára leginkább élő és leginkább befogadható ebből a korszakból, az pont az, hogy ezeknek a történeteknek a szerkezete vagy világa az ismerős számunkra a mai kalandregényekből, vagy filmekből, vagy sorozatokból, vagy legalábbis az egésznek a szerkezetét, vagy az egésznek a működését, azt tudjuk, sokkal inkább tudjuk értelmezni, mint mondjuk egy vallási költészetnek a fogásait, vagy a technikáit. Még egy gyors megjegyzés, mert ugye ez egy francia szerzőnek a francia könyve, és hát az Arthuri mondakört azt alapvetően a britekhez szoktuk kötni, jogosan, de hát ugye a franciák világában, a franciák kultúrájában is élt ez a mondakör, vagy mitológia, ami azt is jelenti, hogy amikor én itt Lancelotról beszélek, akkor valójában a francia nevén kéne szólítanom, vagyis Lancelot, és ez igaz a mondakörnek az összes szereplőjére, tehát nem Gawain van, hanem Gauvin, és nem Guinevere van, hanem, hát a franciák valami olyasmit mondanak szegényre, hogy Guenièvre, de szerencsére van magyarosítva is, szóval Ginevra. De ezt csak azért mondom, hogy tudjátok, hogy ez az egész nem csak egy nagyon angolos dolog, hanem ugyanúgy van ennek egy francia mondaköre. És ez annyira fontos, vagy legalábbis abban a szempontból is nagyon fontos, hogy a Lancelotnak, aki ugye a leghíresebb az arthuri kerekasztal lovagjai közül, vagy az abszolút a lovag, neki a leghíresebb, vagy legelső története az nem más, mint Krétyiennek a sztoria. A másik furcsaság, ami fel fog tűnni nektek, hogyha megszívlelitek a szavaimat, és beszerzitek ezt a könyvet, és kinyitjátok, az az, hogyha fellapozzátok a könyvet, akkor bizony kiderül számotokra is, hogy hát igen, ez bizony versben van, ami azért elég sok olvasónak egyből elveszi a kedvét, hogy mennyi ez, 230 oldal versorokban, nem ehhez vagyunk szokva. Champagne úrnőm arra kért, hogy kedvéért írnék regényt. Én belefogok szívesen, mert érte mindig megteszem. Mit csak halandó megtehet, és ebben hízelgés nem vezet. Habár jól tudom, hogy sokan kezdenék mézes-mázosan, szólva, s igaz lenne a szó, nincs hölgy hozzáfogható, épp úgy, több valamennyinél, mint a langyos májusi szél, a fagyos tél viharnál. Hitemre, az íj szavaknál, stb. Szóval lehet ilyen nagyon rímelősen, ütemesen olvasni, de hát lehet rendes sztoriként is. Ami miatt ezt szóba hozom, az az, hogy csak tudjátok, hogy amikor középkori regényről beszélünk, középkori lovagregényről beszélünk, akkor bár ugye ott a szóban az, hogy regény, valójában ez, mondanám, hogy fél évekre, de
hát annyira talán nem, de mindesetre nagyon távol van a mai modern regényeinktől, amelyek ugye alapvetően a nyomtatás korában készültek, pontosabban a létrejöttüknek alapfeltétele volt a nyomtatás, különben hát nem lehetne terjeszteni ezeket a regényeket, nem lenne könyvipar, nem lenne regényipar, épp ezért amíg nem volt nyomtatás, addig nem is léteztek olyan értelemben úgy sokszorosított, hosszú könyvek, mint amelyek a modern regények. Viszont ugye történetek voltak, és hát túl azon, hogy szóban terjedtek, voltak lejegyzett verzióik is, de a lovagregények azért különlegesek, és azért is fontos az, hogy versben vannak, mert ezeknek a fogyasztása, használjuk ezt a szót, az nem az olvasás volt. Szóval ezeket nem olvasták, eleve nem is volt annyi példány belőle, hogy ezeket úgy nagyon olvasgatni tudják, hanem sokkal inkább előadták. És akik ezeket előadták, azok az udvari énekmondók voltak, ugye a franciák a trouvé szót használják rájuk, és amikor egy Lancelot, a kordé lovagja show vagy performance volt egy udvari vagy nemesi udvarban, királyi vagy nemesi udvarban, akkor megjelent az énekmondó, és akkor zenés hangszeres kísérettel előadták ezt a történetet. Hát ugye nem énekelték effektíve, de mindenképpen már ahhoz közelítő, dallamos, ritmusos formában adták elő, és ezen van a hangsúly, hogy adták elő. Szóval a lovagregények azok valahol félúton vannak a nyomtatott lapokra írt történetnek az olvasása, és egy koncerten, vagy bármilyen zenés performanszon való részvétel között. Szóval valahol a kettő között léteztek ezek a művek. Ami azt is jelenti, hogy ha mi most beszerezzük ezt a könyvet és olvassuk, akkor részemről azt tudom mondani, hogy egy tök jó sztoriban lesz részünk, és egy nagyon jó irodalmi élményben, de én például nehezen tudtam megállni azt, hogy ne hangosan olvassam fel magamnak, annyira jó, hogy van mögötte egy ritmus, és annyira közelebb hozza ennek az egésznek a valódi fogyasztási módját. Ugye azt gondolom, kiderülhetett a címből is, hogy ennek a történetnek Lancelot a főszereplője, őt követjük a regény folyamán. Maga a történet sem annyira bonyolult, hogy ne lehessen leszpoilerezni, vagy legalábbis a felvezetőt elmondom. Ugye Arthur király udvarában indulunk, béke van és nyugalom, viszont érkezik egy gonosz ellenséges lovag, és ilyen-olyan okból, meg ilyen-olyan fortéllyal, de elrabolja a királynét. Ezért értelemszerűen Arthur lovagai egyből kilovagolnak, és a királynő keresésére indulnak, és mi ebben a történetben Lancelotot követjük, aki vissza akarja szerezni a királynőt, királynét, bocsánat, és ugye azt tudjuk, hogy Lancelot nem más, mint Ginevrának a szerelme tulajdonképpen, és majd az ő házasságtörő szerelmük okozza majd az arthuri udvarnak a bukását, de ez ebben a történetben nincs benne. Ebben ez a történet tulajdonképpen arra egyszerűsödik le, hogy a lovag elindul, hogy megmentse a hölgyet. Az, hogy ez a hölgy valaki másnak a felesége, mondom, ez nincs problematizálva ebben a történetben. De az már igen, hogy ennek a lovagnak milyen próbákon és milyen feladatokon kell keresztül mennie, hogy visszaszerezze ezt a hölgyet. És hát ebben van klasszikus kalandregény elem, át kell kelnie ilyen-olyan akadályon, meg kell küzdeni ilyen-olyan ellenfelekkel. Ami viszont izgalmas, hogy valójában ugye itt nem csak egy kalandregény szintű szerezd vissza a nőt, szerezd meg a kincset, szerezd meg ezt, meg azt, győzd le ezt, meg azt, a sablonnal találkozunk, hanem ez ténylegesen egy szerelmes történet. Ami azért furcsa, mert nem úgy ábrázolja a szerelmet, vagy legalábbis nem olyan problémákon keresztül mutatja, mint mondjuk egy Shakespeare-i dráma, ahol a szerelemnek a problémája az mindig egy érzelmi kérdés, mindig egy olyan problematika, vagy olyan akadály, amit embereknek a párbeszédeiből, vagy dramaturgiai helyzetekből kellene megérteni, hanem hát ez egy tényleg effektív egy kalandregény. Megy a lovag, és le kell győznie ezt meg azt. De ez a szerelemről szól. Hogy hozzuk ezt a kettőt össze? Úgy, hogy nagyon sok dolog, ami történik ebben a kalandregényben,
az valójában szimbolikus értékű. Ez alatt értem például azt, hogy van egy olyan jelenet, ahol a két lovag, Arthur király két legjobb lovagja összetalálkozik, ugye Lancelot és Gawain, Lancelot és Gawain összefutnak, és el kell dönteniük, hogy ki melyik hídon megy át. És van egy olyan híd, amit az örvények hídjának, igen, örvények hídjának hívnak, ami mindenféle vízesés, meg mindenféle vízzuhatag vesz körbe, és nagyon veszélyes. A másikat pedig úgy hívják, hogy a kard hídja, ami még veszélyesebb, és hát természetesen Lancelot azt a hidat választja, és hát minden lovag elbukik, aki át akar kelni rajta, és maga a híd, az hát nehéz elképzelni, de hát kicsit szimbolikus az egész, de a híd az gyakorlatilag egy kifent hatalmas penge, egy hatalmas kard, amin át kell kelni, és Lancelot úgy kell át rajta, hogy levesz magáról minden páncélt, és gyakorlatilag ruhátlanul kell át rajta, és mire átér, mindenhol össze-vissza van vágva, folyik belőle a vér, tiszta seb az egész teste, és akkor nézzük, hogy itt most mi történt tulajdonképpen. Most egy kalandregény, vagy egy ilyen George Lucas, vagy Steven Spielberg filmrendező fejében, ez egy látványos akadály is lehetne, mint amilyen Indiana Jones át kell, de itt nem a látványon van a lényeg, hanem a szimbolikus jelentésen, azon, hogy ha Lancelot a szerelméért küzd, vagyis a nőt akarja visszaszerezni, akkor egy ilyen akadály, mint a kard hídja, ahol nem tud átkelni senki, csak az, aki leveszi a páncélját, és vállalja azt, hogy gyengén, pőrén, védtelenül kiteszi magát a sérüléseknek, csak azt tud átkelni, akkor már is az egész egy nagy szimbolikus burokba van behelyezve, mert azt jelenti, hogy hát ha a szerelmünkért küzdünk, vagy szerelmesek vagyunk, akkor lemállik rólunk a páncél, és védtelnek leszünk. Hűha. Szóval látjátok, hogy kicsit régi, mitikus módon, nagyon szimbolikusan, de ezekről akar mesélni ez a történet. Egy jó példa rá, de ami még ennél is izgalmasabb, az az, hogy ha kezetekbe veszitek ezt a könyvet, és megnézitek a címét, akkor azzal a részével, hogy Lancelot, azzal még ki vagyunk békülve, tudjuk, hogy ő a főszereplő, viszont alatta van ez, hogy a kordé lovagja. Ami egy kicsit olyan necces dolog. Ugye a kordé az egy szamár, vagy ló, vagy valami összvér vontatta kerekes fatálkolmány. És hát ennek lenne a lovagja Lancelot. Ugye Lancelotra legtöbbször úgy szoktak hivatkozni, hogy Lancelot a tó lovagja, mert ugye tudjuk, hogy valami tótündér az anyja, és onnan származik. Szóval az az ő elegáns megnevezése. Ebben a történetben viszont úgy van feltüntetve, hogy a kordé lovagja, ami hát furcsaság. És az egész egyszerűen abból jön, hogy van egy jelenet, mégpedig a regény elején, amikor mennek a lovagok, megint csak Lancelot és Gawain, és szembe jön velük egy kordé, amit egy törpe vezet, vagy hát egy ló vontat, és egy törpe ül rajta, és azt mondja a törpe, hogy ő elvezeti őket a királynőhöz, csak üljenek fel a kordéra. Ami egy hatalmas kihívás, vagy hát egy hatalmas próbatétel abban a szempontból, hogy akkoriban a kordén csak azokat vitték, akik valamilyen szempontból nevetségesek voltak, vagy kitaszítottak, szóval az őrülteket, a törvényen kívülieket, azokat, akiket közszemlére tettek, hogy hát ilyen-olyan szégyentelenek. Szóval a kordéra felszállni írtó ciki volt, pláne egy lovagnak. És amikor azt mondja a törpe, hogy hát szálljatok fel a kordéra, majd elviszlek titeket a királynőhöz, akkor Gawain, Arthur királynak a legfényesebb lovagja, aki a leginkább becsben van, meg ő a leg, nem tudom, nívósabb lovag. Ő egyből visszahőköd, és azt mondja, hogy hát, hogy gondoljátok, hát én egy lovag vagyok, én nem szállok fel a kordéra. Lancelot pedig azt mondja, hogy hát necces, de azért hát mégiscsak az az elsődleges küldetés, hogy visszaszerezzük a királynőt, visszaszerezzük a nőt, visszaszerezzem a szerelmemet, tehát persze, hogy megteszem. És onnantól kezdve ebben a történetben már az elejétől kezdve
Lancelot egy olyan alak, aki egy nagyon erős lovag, egy nagyon bátor harcos, egy nagyon tiszteletre méltó küzdő fél, viszont már is besározódott a neve. És azért onnantól kezdve, hogy ő a kordél lovagja, bárki, akivel találkozik, egyből mondja, hogy miért adnék neked szállást, miért állnék veled szóba, miért vennélek téged komolyan, hiszen te a kordén utaztál. És ez megint egy olyan dolog, amit mai olvasóként nézünk, és hát jó, oké, a többség fantasyt olvas, vagy valami ilyesmit, és azt mondja, hogy jó, hát azokat a kalandokat értem, azokat a nem is túl bonyolult szimbolikákat értem, itt meg nem tudom, hogy miről van szó. És megint csak ugyanaz a történet, mint a hidaknál, amiről beszéltem. Hogy azt gondolnánk, hogy hát itt ez a furcsaság, hogy egy kifent pengén kell átkelnie, aztán kiderül, hogy ott igazából valójában szimbolikusan a szerelemről beszélt. Arról beszélt, hogyha szerelmesek vagyunk, akkor sokkal védtelennek, gyengébbnek érezzük magunkat, és olyan, mintha össze-vissza lenne kaszabolva a testünk, és mindenünk vérezne. Ugyanígy a kordé is egy ilyen szimbolikus dolog ebben a történetben, mégpedig az, hogyha valaki szerelmes, vagy meg akar szerezni egy nőt, vagy egy férfit, vagy egy most bármi, nemek nem számítanak ebből a szempontból, akkor már pedig vállalnia kell azt, hogy megszégyenül. Vagy fontosabb, meg nevetségessé válik. Vállalnia kell azt, hogy felszáll a törpe mögé a kordéra, és őt vontatják, és mindenki mondja, hogy hát ott van, ott megy Lancelot az őrültek, meg a börtöntöltelékekkel egy csoportban. Dobáljuk meg, nem tudom, lócitrommal. Ez valójában arról beszél, hogy amikor meg akarunk szerezni valakit, akkor azért vállalnunk kell olyan dolgokat is, amiket mások nem tennének meg, mint ahogy Sir Gawain, aki a lóháton követi a törpét, ő nem száll fel rá, és ő egyébként nem is jut át a saját hídján. És Lancelot megteszi. És ebből nem is megyek bele, mert megint egy hatalmas elemzés lesz ez a videó, csak látjátok, hogy már is olyan ez a regény, hogy örömmel olvashatja, vagy tetszéssel olvashatja az, aki szereti a középkort, szereti a lovagi világot, szereti összességében a fantasyt akár, és kíváncsi egy valódi középkori történetre, ami nagyon sok fantasynek az alapja. Szóval lehet egy kicsit ilyen nerd szemüveggel is nézni ezt a történetet, és tök izgalmas. De valójában ez a történet nagyon általános emberi dolgokról beszél, és amikor arról beszél, hogy kell át egy hídon egy lovag, vagy hogy száll fel egy törpére egy kocsira, vagy hogyan viselkedik, amikor megpillantja a királynőt a toronyban, akkor ezek valójában olyan emberi érzelmekről beszélnek, amelyek hiába 800 éves ez a történet, nem sokat változtak. Úgyhogy ha Shakespeare azt mondtuk, hogy nagyon mai tud lenni, és nagyon örök tud lenni, és hiába a 400 éves tud beszélni a ma emberéhez is, akkor meg lehet találni azokat a szempontokat is, ami alapján Chrétien de Troyes és az ő lovagregénye is nagyon mai tud lenni, és szerintem nagyon izgalmas megfejteni ezeket a kódokat. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, és az összességében a lovagokkal kapcsolatos, hogy bemutatja azt, hogy amikor a lovagokra gondolunk, akkor általában mindig a fényes páncélú, fedhetetlen, makulátlan, jellemű és erkölcsű alakokra gondolunk. És ez a történet igazából azt mutatja be, hogy hát az már mindig a kész lovag. Az már az, aki kényelmesen elfoglalta a helyét a kerekasztalnál, a, nem tudom, a Jedi tanácsban, vagy bárhol, és ott már csak ücsörög. Meg hát tiszteletre méltó, mint Sir Gawain, de ő mindig betartja a lovagi etiketnek a szabályait, és hát ez kicsit olyan megcsontosult, megkövesedett az egész rendszer, és az igazán éles helyzetekben nem igazán tud működni. A valódi lovag, mint Lancelot, ez pedig olyan, hogy hát ő vállalja, hogy megszégyenül. Szóval vállalja, hogy lovag létére kiröhögik, meg mindenféle olyan helyzetbe kerül, ami egy lovakhoz nem lenne méltó, mondanák a társai. Ő viszont a nő érdekében, meg azért, hogy megmentsen valakit, ezeket vállalja. És hát összességében mindig ez lesz a lovagnak az archetipikus alakja, nem? Aki
feltétlen oké, okay, de fontosabb az, hogy a elesettek gyengék védelmére felesküdött, és ezért bármit vállal. Szóval vállalja azt is, hogy nem annak a fényes alaknak tűnik, akinek mindig gondolják. Egy könyvben olvastam például, hogy amikor a dobagokról, meg a nagy díszes páncéljukról van szó, meg arról, hogy ilyen-olyan lovagi tornákon vesznek részt, az igazából az effektíve a középkornak azokban a századaiban, ahol ez lehetett volna, ott ez nem így volt, és igazából ezt már utólag a későbbi korokban, még a középkornak a évszázadaiban, de már a későbbi évszázadaiban találták ki. Tehát az a fajta lovagi páncél, amiben mi elképzeljük, hogy a lovagok ténylegesen harcoltak, az valójában már csak díszes felvonulásoknak volt a kelléke. Kicsit úgy, mint ahogy Sir Gawain is ebben a történetben, az, aki nem tesz meg ezt meg azt, mert hogy ő a méltó lovag, ő egy kicsit már az a páncél, ami valójában nincs is, hanem már csak a díszes felvonulásokra van kitalálva. A valódi lovag, az pedig pont az, olyan, mint Lancelot ebben a történetben, aki vállalja, hogy felszáll a kordéra, vállalja azt, hogy odaadja a legjobb lovát valami apródnak, hogy üljön az a lovon, ő majd ül a bénább lovon. Szóval az, aki ezekre a formaságokra, vagy a forma, a dekorációra nem nagyon ad. És ebből a szempontból tök érdekes belegondolni abba, hogyha ismert kortárs, ilyen fantasy vagy középkori történetekben gondolkodunk, akkor az igazi lovagok ott sem azok, akik a legdíszesebb páncélban vannak. És hogyha gondoltok a Gyűrűk urára, ott is a legnagyobb lovag, vagy az a lovag, aki az a harcos, aki a leginkább megtestesíti a lovagi eszményeket, az Aragorn, aki egyáltalán nem díszes páncélban van, és nem foglalja el a helyét semmiféle asztalnál, hanem ilyen vándorként mászkál az erdőben, és ilyen kis köpenyekben van, meg eltakarja az arcát, meg ilyen fura fazon, és csavargónak nézi mindenki, miközben ő az, aki megtestesíti a lovagi eszményeket. Vagy ott van a trónok harca, ahol nagyon sok mindenféle páncélos lovag van, meg ilyen-olyan alak vagy szereplő, akiket lovagnak neveznek, de például abban a történetben is a legnagyobb lovagok azok, akikre nem mondanánk azt, hogy lovagnak számít, és például ilyen a Hound vagy a Vérebb, ugye az a megégett arcú fickó, aki hát egy ilyen gyilkológépként van beállítva, de a történet mégis azt mutatja be, hogy nagyon sok olyan alakkal szemben, akit lovagnak neveznek a történetben, ő, akit egy ilyen hidegvérű gyilkosnak tartanak, sokkal inkább lovagiasan viselkedik. Ugye ő védi meg a király kisasszonyt, ő védi meg a kislányt, sokszor ő védi meg az elesetteket, szóval lényeg a lényeg, hogy ez a régi lovagregény, amire azt gondolnánk, hogy hát ugye ez a klasszikus történet, amit majd a Don Quixote parodizál, meg minden, ez nagyon merev lenne, de hogyha olvassuk, akkor sokkal izgalmasabb ennél, mert hiába a lovagokról szól, pont azt a lovagot emeli ki, és annak a tetteit mutatja be a legjobbként, vagy a legkövetendőbbként, aki nagyon sokszor nem is viselkedik abban az értelemben lovagiasan, hogy kész arra, hogy nevetségessé váljon, amit pedig ugye nem vennénk adottnak. Szóval lényeg a lényeg, nem akarom hosszúra húzni a videót. Nagyon klassz olvasmány, azoknak is, akik szeretik a középkort, meg az ilyen dolgokat, meg ahogy mondtam, azoknak is, akik hát azt mondanák, hogy hát nem az én világom, de hogyha azt nézik, vagy azt olvassák benne, hogy hogyan akarja megszerezni ez a férfi ezt a nőt, és hogyan akar a kedvére tenni. És például ez a nő hogyan teszi próbára? Nagyon sok olyan jelenetben, ahol azt mondja, hogy lovagi torna van, és a királynő azt üzeni meg egy küldönc segítségével Lancelotnak, hogy most harcoljon rosszul ezen a lovagi tornán, és akkor Lancelot azt mondja, hogy jó, hát akkor most tettem, hogy én vagyok a béna, és akkor leveri mindenféle semmire kellő lovagot a lováról, csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy ő még rossz is tud lenni, ha az ő szíve választotja, ezt kéri tőle. Szóval, ha ezeket a jeleneteket olvassuk,
akkor nem lovagi tornákról, meg nem lovagokról olvasunk, hanem arról, hogy egy lány hogyan teszi próbára, és hogyan szivatja a fiút. És hát azért ez megint csak nem egy középkori téma, hanem örök. Szóval a hét könyve Chrétien de Troyes-tól Lancelot a kordél lovagja egy nagyon klassz regény, nagyon klassz dolog, hogy olvasható magyarul, nagyon klassz dolog, hogy újra kiadták. Szerintem nézzétek meg, olvassatok bele. Az biztos, hogy ilyesmit nem minden nap olvastok, és szerintem megéri. Úgyhogy jó olvasást hozzá, vigyázzatok magatokra, sziasztok!